Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét. Hagyomány már, hogy az év végén egy kicsit áttekintjük a 2018-as esztendőt. Ma is így fogunk tenni, mégpedig a víziváros tekintetében. Vendégünk Horváth Miklósné, a terület önkormányzati képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a nézőket. Azt hiszem, a 2018-as esztendő számos fontos dolgot hozott a víziváros életében. Mik a legjelentősebb történések ön szerint, képviselőasszony? Hát egy folyamatnak a következő állomása volt ez a 2018-as év, mert az, ami igazán nagy lendületet adott a vízivárosi fejlesztéseknek és felújításoknak, az volt, amikor 2017-ben az önkormányzat elhatározta azt, hogy egy nagyobb összeget 3 évre összevontan, egy 100 milliós összeget biztosít mindegyik képviselőnek, ahol is, és úgy lehet ezt felhasználni, hogy ez a 3 évre nem kötelező 3 évre elosztani, lehet 2 év alatt is, de innentől megvan a lehetősége a képviselőnek, hogy a prioritásokat úgy határozza meg a javaslataival, a felújítások és fejlesztésekkel kapcsolatban, ami az adott városrésznek a legjobb, amit a lakosság leginkább vár, és ami az ottani felújításra váró dolgok szerint is a legfontosabb lenne időrendben is. És más... akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk lehetősége van a képviselőnek arra, hogy mondjuk a lakossággal egyeztetve a lakosság igényeit, problémáit mérlegelve tudja ezeket a prioritásokat felállítani? Igen, igen, természetesen. Hát az ember igyekszik mindig is minden munkáját úgy végezni, hogy miután napi kapcsolatban vagyok egyrészt velük, másik minden héten van fogadóórám, tehát azért én pontosan tudom, érzem azt, hogy mik azok a dolgok, amiket, és milyen sorrendben kellene megoldani. Tudom, hogy jó lenne egyszerre, minél rövidebb időn belül. De ezt sem időben nem lehet kivitelezni, nem sem a források szempontjából annyit mozgósítani egyszerre. De ez, mondom, ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, mert ezzel egyrészt a Városgondnokság is abban a helyzetbe került, hogy ő kapta meg ezt a forráskeretet, hogy fel tudtam mérni azt, hogy a 14 választókerületben mik azok a műszaki szempontból, például az útfelújításoknál, ahol lehet összevonni és kialkudni egy sokkal jobb árat, hiszen egy általány árat ki lehet alkudni, ha azt mondom, hogy x kilométert kell megcsinálni, és mindegyikben gyakorlatilag ugyanolyan műszaki probléma van. Ez az egyik része a dolognak, másrészt pedig az, hogy időben, hogyha úgy tudnak tervezni, akkor nem nyúlnak át a kivitelezések a következő évre, mert esetleg a vállalkozókkal úgy lehet letárgyalni, hogy elosztani valahogy a munkát, hogy ne csúcsosodjon minden augusztusra, szeptemberre, meg az időjárástól talán annyira ne függjön. Szóval summa summarum, ez egy nagyon jó ötlet volt az önkormányzat részéről, hogy ezt így megtette, mert ennek számos előnyét élveztük. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy 17-ben és 18-ban és októberben, amit mi arra az évre terveztük, az október elején készen volt. De akkor és megvan a 18-19-es terv is már. És akkor ez egy ilyen tudatosabb ütemezést is eredményezett? Így van, így van. Pontosan azért, mert meg a legnagyobb probléma a vízivárosban nem csak a parkolóknak a szűkössége. Tehát új parkolókat kellett csinálni a felszabaduló helyeken, illetőleg a régieket rendbe hozni, mert azok nagyon pocsék állapotban voltak, elnézés, de ez a szó a legjobb. Tényleg egy ilyen nagyon sűrűn lakott, rengeteg gépkocsival rendelkező terület. Így van, és nem is nyúltak hozzá ezekhez a parkolókhoz. Sőt, még azt is meg kellett nézni, hogy melyik parkolóval kell kezdeni, mert a igazán nagy parkolók, leszámítva a Sarló utca két oldalát, amit még előzőleg megcsináltunk, azok tulajdonképpen a Gáz utca 18 mögötti, a Sarló utca 11 mögötti, meg a 23-nál, ami van, vagy a Spárnál. De a legrosszabb állapotban az volt, ami érthető módon, gondolom a Spár miatt, a közelsége miatt. Tehát nyilván az elsőt akkor azt csináltuk meg, utána következő évben volt a Gáz utca 18 mögötti parkoló, az volt a tavalyi, és idén volt a Sarló utca 11, ami viszonylag az volt az őrülte harmadik, ami elkészült, illetőleg ezzel párhuzamosan ez volt az a 100 milliós keret. De emellett mindig volt, ami ezt a léptéket meghaladó beruházás, amikor újat akarunk létrehozni, mert azért az nem ugyanaz a nagyságrend. És ez pedig azt tette lehetővé,
hogy amit a vízivárosok oly nagyon régóta szeretnének, hogy a fűtőerőmű költözön ki, hogy ez tényleg elkezdődött. Tehát ez egy tervszerű, nagyon jó átgondolt gazdaságpolitika és a várospolitikának a következményeképpen valóban a fűtőerőmű folyamatosan elkezdődött kiköltözni a Bakony utcába, és felszabadult hely. Elég régóta felszabadultak a sineknek a helyei is, nekik vagy nem gázolajjal fűtenek már nagyon régóta, hanem gázzal. De akkor az ott maradt ilyen tankcsapdaként. Egyrészről, másrészt pedig a fűtőerőműnek a területén az tiszta gazos rész volt, mert nem használta senki, hát mit kellett ott csinálni? Ott voltak a sinek, ott volt a gaz, ott volt a törmelék, semmire nem volt jó. Na, ez volt az, amire az ember azt mondta, hogy ez tényleg egy idézőjelben szűz terület, amit föl lehet használni erre a térre, és pontosan itt van a legsűrűbben lakott város rész, hiszen ott van a Királysor részéről, ott van a Sarló utca 25-35-ről, meg egész a Budai útig, tehát itt az emberek nem tudnak hazamenni, már nem tudják letenni az autóikat, mert hál' Istennek nem a 70-es évek autóparkja van, most 2018-ban. Úgyhogy elindult az első lépés, itt is megint azt kellett nézni, hogy na, mit lehet, hol lehet elkezdeni. A sinekkel lehet elkezdeni, a MÁV-ot meg kell győzni róla, mert nem a tulajdonviszonyokat figyelembe kellett venni, a közbeszerzést figyelembe. Szóval ez egy nagyon sokrétű, nagyon komplex feladat volt, és ugye? Nagyon nagy feladata volt vele az önkormányzatnak, és nagyon tisztesen meg is oldották, hál' Isten, ezt a feladatot. Úgyhogy 17-ben mi át tudtuk adni a Sarló utca 25-33 közötti parkolót, és a másik oldalát is tulajdonképpen. Tehát ott 152, 16-17-ben az a 152 parkoló létesült a sineknek a helyén, ami ott történt, és egy részét ölelte föl tulajdonképpen a Sarló utca 14 mögötti területet. Az már készen volt tavaly. Idén pedig tovább léptünk, és a belső részét, na most az a 152 parkoló, az egy 80 milliós beruházás volt. Ez a parkoló rész, ez sokkal több, egyrészt 202 parkoló, másrészt a munka miatt is. Ez több mint 200 millió forint volt. Itt azért szintkülönbségeket kellett áthidalni, ott el kellett bontani egy csomó mindent, tehát itt nem csak vasfelületeket, meg ezeket a nagy tárolókat, több ezer köbmétereseket kellett eltakarítani szó szerint, hanem a vízátemeléseket meg kellett oldani, a szintet meg kellett oldani. Hát tehát ott nagy földmunka volt. Nagyon-nagyon nagy munka volt, és ahogy látják, egy nagyon szép parkoló alakult, ami gyönyörűen meg van világítva, és a parkolónak a hátsó részén ott van egy nagy, kifejezetten kultúráltnak nevezhető kutyafuttató lekerítve, ahol padok is vannak, és ahol ott még a kedvencek rohangálnak, addig a gazdik le tudnak ülni. Ez is egy igény volt, egyébként mondhatjuk azt. Tessék? A kutyafuttató is egy ilyen igény volt az ott élők részéről, nyilván sok a kutya. Nagyon sok a kutya, és nagyon sok a panasz azok részéről, akik nem tartják be. Akik nem tartják be azt, hogy azért itt egy közösségbe élünk, azért akárhol azt a kedvencünket nem állítjuk meg, hogy végezze a dolgát, vagy ha igen, akkor azért segítünk azon, hogy ne maradjon ott semmiféle maradványa. Szóval kellett ez már, kellett ide. És a másik része, hogy ugye vízivárosban nagyon sok a 10 emeletes ház, nagyon sok a beton. Az, ahol zöld felület van, azok a játszóterek. Tisztesség nevén mondva, tényleg sok a fa is. Mindenütt pontosan azért akartuk azt, hogy minden talpalatnyi zöld felületet egyrészt meg kell becsülni, másrészt növelni kell. Hiszen Fehérvár tüdeje ide is vonatkozik, itt is van egy szükség rá. Úgyhogy akkor, amikor megcsináltuk az első 152 parkolót a sinek helyén, akkor ott 80 fát elültetett a városgondnokság, és ott is volt parkosítás magától értetődő, de ott még csak ilyen zöld felület, tehát füvesítés. Ennél a parkolónak, ennek a 152 parkolónak a másik oldalán, ott viszont már cserjéket is ültettek. Tehát ami a Sarló utca mögött, és Sarló utca 14-16 mögötti részen volt, levendulát, is nagyon finom illata van, virágzó növényeket. A legújabbnál pedig, ami nagy újdonság, ott 51 fát elültettünk, most nem is olyan régen, ez pontosan egy akció keretében bele is illik, amit fásítunk mindenütt Székesfehérváron, viszont a Városgondnokság Budapesten látta azt, hogy ezeknél a kis szigeteknél, amik a parkolókat elválasztják, hát ott azért füvet nyírni géppel meglehetősen macerás dolog, mondhatni lehetetlen.
Ezért olyan, nem lehet az se, hogy gazoljanak, mert az annyi munkaerő nincsen, aki azt, és hogyan is nézne az ki. Ezért kitalálták azt, hogy ez már Budapesten működik, hogy tulajdonképpen vadvirágos réthet akarnak oda varázsolni. Hát most azt vetették el, tehát ez egy olyan füves rész lesz ezeken a parkolók közötti területeken, ahol pipacs, buzavirág, szarkaláb, tehát egy ilyen... Természetközelbe érezhetjük magunkat. Igen, és hogyha oda kimegy az ember, akkor egyrészt tényleg lát egy nagyon szép parkolót utakkal, ott biciklizni lehet, hogyha éppen nincsen forgalom. Úgyhogy nagyon szép parkolót, nagyon kulturáltan kivitelezett parkolót, amit ugye üdévé fognak tenni ezek a mezei virágok. Én nagyon várom, hogy valóban ki kell, és hogy valóban nagyon szép lesz, és azt meg külön nagyon örülök neki, hogyha ennek örülnek az emberek, mert nagyon örömet okozott az is, amikor kaptam levelet olyat, hogy olyan 40 évig nézték ezt a füstölő kéményt, és hogy milyen élmény számukra, hogy most egy gyönyörű tág teret látnak, egy kultúrált parkolót látnak, és hát nagyon remélik, hogy ez folytatódni fog ez a folyamat, és akkor itt most már Vízivárosban is meg tudjuk oldani, hogy az a rész, az a fűtőerőműnek a része, az valóban egy városligetként csatlakozhat a belvároshoz. Egy olyan építménnyel, egy olyan, ami egy közösségi ház lehet, ami egy kulturális centrum lehet, mert hát ez a másik, ami nincsen Vízivárosban. Akkor mondjuk mondhatjuk azt, hogy a fűtőerőmű területét, magát az erőművet is sikerül hasznosítani, és a város egészévé tenni. Nagyon régi álma ez az ott lakóknak, nagyon régi álma, mert szép az, kifejezetten szép az a lakóterület, vagy az a, igen, az a lakónegyed szép, de ha úgy tetszik, zsufolt. Szóval azért hiányoznak onnan, a sétányok hiányoznak, hiányzik az, hogy ahol le lehet ülni, játszótereken lehet leülni, tehát nincsenek parkok igazából, ahol az emberek el tudnak oda menni, beszélgetni, leülni gyerekekkel. Hát talán ezt megoldja valamelyes szintén, amit jövőre tervezünk, hogy a Vízivárosi iskolának a területén, ami ugye funkciójában változott már, ezért az iskola udvar is másképpen hasznosítható. Egyrészt úgy hasznosítható, hogy a belső részen, azon a belső területen, ami 94, 96, 98 felén van, ott még az udvarnak ez a területén még csinálunk 20 parkolót, készen vannak a tervek. Lenne egy sporttér, egy rövid mondjuk olyan, ahol lehet futballozni is, és lehet kosárlabdázni is, játszóterek lennének, és ki lesz nyitva az egész tér, mert a kerítést azt elviszük egész az iskolának az oldaláig, tehát amíg funkcionálisan az iskola. És akkor ott egy park lesz, és a gyönyörű fák megvannak, ott megvannak az iskola udvaron, és ott végig van egy sétány, ami a 25-33 mellett megy egész a zöld fatérig. Tehát akkor ez szervesen beleilleszkedhet oda, és egyébként, hogyha az ember megáll a Sardó utca 23 parkolónak azon a felén, ami a Király utcának, a Királysornak a négyenemeltes házainál van, és így végignéz, akkor ellát a következő parkolónak mondjuk majdnem csak a kutyafutatóig. Tehát kitárult a tér. Nem az van, hogy rozsdás, sok rótkerítés, meg bezártam, ott vagyunk, és ott toporgunk, mind a Szardíniában a halak, hanem egy tágult a tér, tehát a szemnek is, meg az egész, az emberek a lelke is jobban felszabadul, hogyha ott ezen a területen végigmegy. Meg hát ugye mondhatjuk azt is, hogy akkor a fűtőerőmű területe mellett egy újabb közösségi tér is lesz. Igen, és nagyon nagy szükség lenne rá. Hát aztán ehhez, hogyha még ugye oda csempészhetjük az jövőben még a Malomnak a dolgát is, hogy azt mert is meg tudjuk oldani. Műemléki épület, ami azért a hagyatékunk és a múltunk is. Hát az a helyzet, hogy nagyon régóta próbálkozunk ezzel, és ebben maximálisan partner a polgármester úr is, és az önkormányzat többször volt bejárás is itt a Malomnál, mert azért azt tudni kell, hogy ez igaz, hogy az önkormányzat tulajdona, de hát ez vagyonkezelésben nem az önkormányzatnál volt, hanem a Földművelési Minisztériumban, illetőleg az a szakiskola kezelte, amelyik a Molnár képzést végezte. És miután az befejeződött, mert nem volt rá igény, onnantól kezdve ez a szegény Malom, ami 1907 óta Malom, és egy Európában egyedülálló, gyönyörű, faszerkezetes Malom, ami magába véve egy unikum, és ami megbecsülendő,
Ez át lett adva idézőjelben az enyészetnek. Hát senki nem tud foglalkozni, nem volt úgy gazdája, hogy tetszik. Most nem olyan régen volt ismét egy bejárás, ahol tényleg megint megállapították, hogy lépni kell, itt nem lehet más tovább halogatni. És vannak olyan melléképületek, amiket lehet, ami gépműhely volt például, amit lehet hasznosítani akár egy kávézónak, tehát be lehet vonni a turisztikai látványosságok körébe. Igaz, hogy milliárdokat fog jelenteni, ez is ugyanúgy, mint ez a bizonyos kultúrcentrum, ami szerepel az integrált stratégiánkban, városfejlesztési stratégiában is, hogy azt meg kell csinálni. Erre vonatkozóan is ez van. De ennek az első lépésének az kellett lenni, hogy visszakerüljön az önkormányzathoz. És ez a múltkori közgyűlésen, hála Istennek, örömmel konstatáltam és mondtam is a magam részéről, hogy örülök és remélem, hogy ezt a vízivárosiak most már úgy érzik, hogy egy lépést megtettünk a jövő felé, mert ha január végéig leltárilag át kell adni az önkormányzatnak, vissza kell adni ezt vagyonkezelésből, és onnantól kezdve lehet gondolkodni műemlékfelügyeletnek olyan szinten, ami biztos, hogy nem lehet önkormányzati forrásból megoldani, ismétlen, mert milliárdokat jelent. Tehát azért itt megvannak a feladatok a következő ciklusra vonatkozóan is, amit végig kell csinálni, hiszen meg működik a Modern Városok Program, meg az egyéb nagy fejlesztések, amik óriási kormányzati forrásokat biztosítanak, de valahol ezzel is el kell mennünk a műemlékvédelem felé, mert ez valahol azt jelenti, ugyanakkor az önkormányzat is nyilvánvalóan, amit tud, ebbe a felszabaduló forrásait, ami amiatt szabadul fel, hogy ugye nem az adósságot kell törleszteni, azt be tudja osztani, és tudja esetleg erre is fordítani. Hát én őszintén reménykedem, hogy itt azért talán egy ipartörténeti múzeumszerűség, vagy szóval valami kiállítás, amire van igény, és régóta beszélünk róla. Kiegészül, azért régóta elég beszélünk. Ilyen interaktív dolog. Nagyon jó lenne. Nagy fantázia van benne. Igen, mert a robotika mellett azért, szóval nagyon jellemző valóban itt a gondolkodásra, hogy mi egy történelmi, több mint 1000 éves város vagyunk. Meg kell őrizni a hagyományainkat, el kell mondani a gyerekeinknek. Büszkék lehetünk rá, de ugyanakkor, miközben ezt ápoljuk, nyilvánvalóan a jövőnek a technikai, technológiai újdonságaival is kell foglalkozni, és ez minden belefér. Az egyik a másikat nem zárja ki. Sőt, ez nem vagy-vagy dolog, ez és-és dolog. És nagyon örülök, hogy a szemlélet úgy alakul, és a város vezetése ezt valóban úgy is csinálja, hogy ez és-és. Mind a kettőre oda kell figyelni, mert nem csak a múltat kell, hogy mondjam, csak életben tartani, hanem a gyerekeink felé el kell indulni, és őrájuk, az unokáinkra is kell gondolni. Hogyha már a gyerekeket említette, akkor azt is mondhatjuk, hogy egy szép hagyomány született a vízivárosban, mégpedig, hogy a gyerekek veszik birtokba elsőként a különböző megújult területeket. Ez szerintem tényleg egy ilyen fantasztikus és nagyon népszerű dolog lett ebből az óvis ralliból, hogyha nevezhetem. Igen, és nagyon szerény a mi polgármesterünk, de el kell, hogy mondjam, hogy a három gyerekes apukaként ő volt az, amikor tavaly 17-ben elmentünk megnézni ezt egy ilyen lakossági fórum előtt, és nézi, hogy mondom, hát majd úgy néz ki, hogy a pár napon belül át tudjuk adni, mert készen van is erre ránéz, azt mondja, hát te, hát ide kellene, ki kéne, itt az óvoda, hát ki kéne hívni őket, hogy csináljunk már a gyerekeknek egy olyan jó napot, hogy kijönnek ide és versenyezzenek. Így született az ötlet. Na, ezt megcsináltuk a Gázusza 18 mögötti parkolónál a múlt évben, és tényleg akkora sikere volt, és ezek a műgyűrök olyan édespofák voltak, a szülők is jöttek, hozták a kis motort, meg a rollert, meg nem, és ott volt a rendőrség, tehát teljes fölvezetéssel nagyon jó volt, és akkor már azt még a bölcsisek csinálták, és akkor azt mondta, Erika, a vízivárosi óvoda vezetője, hogy de ugye, amikor a 11-et fölújítják, akkor lesz óvis rali is. Na, hát volt óvis rali is, úgyhogy ebben az évben ez már hagyomány volt. Úgyhogy igaz, hogy most már ilyen nagy
felújítás nem lesz, de lehet, hogy meg lehet oldani azt, hogy egy napra az ember mondjuk a fűtőerőműnek lezárja a parkolóját, és akkor azt mondjuk, hogy na gyerekek, akkor most jövőre csinálunk ott egy nagy rallit, és akkor jöhetnek a óvisok oda. Hiszen már hagyomány megvan. Hiszen már hagyomány, és nem is ez az egyetlen hagyomány. Igyekszik az ember, hogy legyen hagyomány itt is ebben a városrészben is. Igen, hogyha már a városrészi hagyományokról beszélünk, akkor az is most már egy nagyon szép dolog, hogy évek óta itt is beszámoltunk itt az ünnepi időszakban, a híradóban is, hogy ugye vízivárosban a történelmi vízivárost alkotó település részek közösen együtt várják a karácsonyt, együtt szervezik meg az adventi programot. Igen. Igen, hát igen, mert én akkor, amikor az adventi szombatok vannak, az nagy szeretettel mindig jöttem be a püspöki palotához, és akkor arra gondoltam, hogy ugyan már miért ne lehetne egy városrésznek is valamilyen hasonló. És akkor 11-12-ben csak úgy tudtuk meg ezt elindítani, beszéltem akkor az óvodásokkal, hogy partnerek elbe, persze, rögtön azok voltak az iskola is, akkor még volt vízivárosi iskola is, és akkor a Rákóczi utcai óvi, a Sarló óvoda és a vízivárosi iskola hárman tartottuk ezt a vízivárosi adventet, akkor még a Sarló utcai óvoda kertjében. Ugyanez volt 12-ben, 13-ban már kimentünk a Zöldfa térre, akkor már ott volt, igen ám, de nagyon hideg volt, tehát ott voltak, sokan voltak, élvezték, mert azért volt teja mindennek a műsor mellett, de akkor azt mondtuk, hogy hát azért ez nem igazán lehet így megcsinálni, és akkor jött a Liszi. Ugye ott van egy nagyon kreatív és egy nagyon segítőkész vezetője, a Pis Norbi, és akkor azt mondta, hogy na, akkor talán a vízivárosi iskolába vigyük be ezt az egészet. És akkor utána jött a következő lépés, hogy na jó, hát ha beviszük a vízivárosi iskolába, akkor próbáljuk már meg azt, hogy az egész vízivárosra kiterjeszteni. És az én képviselőtársaim szintén erre nagyon fogadókészek voltak, mert hiszen a régi víziváros az a mostani 3-as, 4-es, 10-11-es legalább ez beletartozik. Van egy kicsit, ami még kilóg belőle, de ezek biztos, hogy beletartoznak. És most idén már az 5-et csináltuk így, hogy a víziváros rész adventet megtartottuk, és akkor mindig annak az egy bizonyos kerületnek az óvodásai, iskolásai adják a műsort, van hozzá olyan, hogy hívunk művészeket is, ott vannak a nyugdíjasok is szintén, és olyankor megtelik tényleg szeretettel, zsivajjal, gyerekkel, ott van gyerekeknek külön foglalkozás, és nagyon-nagyon hangulatos, nagyon bensőséges ünnepé vált ez a vízivárosi advent is, igen. Tehát emellett van még egy, ami viszont a Liszinek a kezdeményezése volt, az pedig a juniális, a kölyök juniális nyáron. Ott is mindig nagyon sok ember megfordul, ott is azt már azzal kiegészítettük, hogy akkor meghívtuk azokat a szolgáltatókat, akik a várost működtetik, hogy azért lássák azok az emberek, akik itt élnek, hogy ki az, aki a fűtésről gondoskodik, ki az arról, hogy legyen víz, ki az, hogy elvigyék a szemetet, kik azok, akik, hogyha valami baj van, kijönnek a mentők, ki az, hogyha vigyáznak a közbiztonságra, vigyáznak arra, hogyha véletlenül tűz van, akkor azt azért el is oltják. Tehát ki jönnek ezek a szolgáltatók vagy intézmények, és kijön a városgondnoksága maga csodálatos fűnyíró berendezéseivel, a gyerekek bent ülnek, kint van a honvédség, ott igen. Akkor lehet, igen, katonaság, hát hiszen katonaváros is vagyunk. Úgyhogy mindenkit oda csábítunk, a juniálisra is, és az is most már egy olyan nagy és népszerű dolog, hogy örvendet, nagyon örvendetes dolog, mert szeretik a vízivárosiak, és hát akkor egy képviselőnek ez különösen öröm, hogyha az emberek jól érzik magukat és örülnek. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt idestova 25 percben, fejlesztésekről, közösségi programokról, tervekről, hogyha egy rövid gondolatban kéne összefoglalni az idei esztendőt és egy kicsit előrevetíteni a jövő évi terveket, akkor mi lenne az a motto, vagy az a gondolat, ami jellemző a víziváros vonatkozásában, képviselő asszony? Hát, hogy mi is lenne? Hát az, hogy szeretettel az emberek kívánságait, gondjait megoldani, és arra figyelni, hogy ők mit szeretnének, és az szerint alakítani tulajdonképpen a terveket, mert hiszen ez az egész dolog, ez az egész munkánk arról szól, azt vállaltuk, hogy őket képviseljük, és az ő gondjaikat, és az ő kívánságaikat próbáljuk megoldani,
és amennyire lehet ezt a magunk részéről tényleg minden tehetségünket, lehetőségünket, a szívünket is beleadva megvalósítani. Én ehhez sok sikert kívánok a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket ünnepi beszélgetésekkel. Természetesen holnap is várjuk majd Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!